szeretnék majd mindenkitől. Szeretnék köszönteni mindenkit, aki eljött a Barcka Széta 2009 rendhagyó úgymond döntőjére, hiszen hozzászokhattak már háromszor, hogy a nagy színpadon gálaműsor keretében ismerhetjük, hogy ki lett a győztes, illetve a második, harmadik helyzet. Mi mint a mindenben szakítani szeretnénk van ezzel is, és úgy gondoljuk, hogy egy kicsit inkább ilyen bulisabb hangulatú teleményhet is szerettünk volna csinálni, hogy ebbe is tényleg egy kicsit más legyen. És röviden elmondanám végül is, maga a versenyt azt most nem ismertetem, mert azt majd évfélkor fogjuk megtenni, röviden értékeljük, de a lényeg az lenne, hogy most körülbelül évfélig ugye végül is bulizni lehetne, és utána fogjuk ismertetni azt, hogy röviden, hogy mi is volt Görögországban, és hogy akkor ki lett a végső győztes a szavazásnak. Azt elárulhatom, hogy nagyon sok szavazat érkezett egyébként, több mint 19 ezer, úgyhogy meglepődtünk mi is. Úgyhogy ez úgy gondolom mindenképpen nagyon fontos, hogy nagyon sokan szavaztak. És most nagyon rövid leszek, hogy mindenki tudjon bulizni, illetve beszélgetni, vagy ki mit akar éjfélig, de azért egyet mindenképpen meg kell, hogy tegyek, hogy megköszönjem minden támogatónk, a Diamond Clubnak, a Shipi Toursnak és mindenkinek, aki támogatott, de ezt majd nyilván el fogjuk mondani a éjfélkor. És egy kötelességem lenne azért, hogy akik még nem ismernék a lányokat, szeretném, hogyha azért láthatnák őket, és ezért jó lenne, hogyha följönnének egyébként a színpadra, és utána pedig kezdjék a bulit, hogy fölkérjem a színpadra Hőséggel Kitit, Fáradjon és a Natapsatit neki, Kiti gyerekét, mert lehet, hogy van még olyan, aki esetleg nem látott véget. Kulcsára ilyen is jól, hogyha jönne. Tárjuk föl sorba. Ugyan már nem lehet szavazni, de még azért nézzétek meg jól őket. Akkor Leskutattál szeretném kérni, hogy jön fel a színpadra. Emőgy Eszter, Soltész Miguel, Szabó Nikolett, Pallai Dorina, Pollus Brigita, Nagy Eszter, Cselei Nikolett és Puszki Müller, nem utolsó sorban. És ők voltak 11-en, akik ezt a görögországi produkciót megalkották. Én úgy gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak, igaz elfáradtak, néha ez ugye lehetett látni a 10 napon keresztül a televízióban, de mindenképpen egy nagyon újszerű dolgot hoztak létre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ugyan már nem lehet szavazni, de mindenki éjfélig bulizzon velük, a lányok egy nagyon jó táncoljanak minél többet, és utána majd akkor kiérhetjük az eredményt, hogy ki is a végső győztesenek az eredményt, hogy jó bulizást kívánok mindenkinek, lányok ti is menjetek és bulizzatok. Köszönöm szépen! Nagy tapsot nekik, üdvözlöm ennek!